a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiadától. Minden hónap első hétfőjén 8 órakor tartják a közös iskolamiséket a keszthelyi Ranolder iskolásoknak. Az októberi alkalmon Udvardi György celebrálta a Szent Misét. Az új veszprémi érsek köszöntötte a diákokat, és felhívta a figyelmüket arra, hogy október a rózsafüzér hónapja. Mivel október 7-e, rózsafüzér királynője, az olvasós boldogasszony emléknapja. Kérte a híveket, hogy minden nap egy tizedet imádkozzanak el, és kérjék az Isten segítségét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az érsek itt léte során az iskolába is látogatást tett. Ezen az alkalmon az intézményben található felújított kápolna előtt elmondta, örvendetesnek találja, hogy a diákoknak ismét van egy lehetőségük akár magukban is elmondani egy imát. Az evangéliumot követően megáldotta az iskola tanulóit, dolgozóit és a kápolnát is. Ami azért nagy kincs, mert ahol az oktatás, a nevelés folyik napról napra a fölkészült tanárokkal, a szülők bizalmát élvezve, ott megjelenik a hitnek a nevelése is, hiszen látjuk, hogy a krisztusi ember az, aki a természetes növekedést a természet fölöttivel együtt akarja megélni. A kápolna helye korábban egy tanterem volt, azonban az iskola úgy döntött, hogy 70 év után újra megépítik a helyiséget az eredeti funkciójának megfelelően. Ez a tanévkezdésre készült el. Az iskola vezetése úgy látja, az áldással lett teljes a felújítás. Azáltal, hogy az Úr Jézus most ténylegesen itt fog lakozni, hiszen az oltári szentség elhelyezésre fog kerülni, így azért közelebb leszünk az Úrhoz. És hát mondom, amit nem lehet eléggé kihangsúlyozni, és amit talán az itteniek is, a keszteiek is, akik végélték ennek az iskolának a sorsát, azok számára is óriási esemény lehet, hogy itt az egykori Ranolder intézetben ismét kápolnaként működik az egykori kápolna. A kápolnában a fél év során minden osztálynak tartanak egy osztálymisét is, de napközben is bemehetnek a tanulók, ha szükségét érzik.